optimista vagyok, kitartó, felelős, néha makacs vagyok. Három és fél éves koromban kerültem be egy befogadó otthonba, két nővéremmel. Az én apám elment tőlünk, illetve függőségre szenvedett az anyám, és így tulajdonképpen be is kerültünk emiatt, mert nem tudott miket eltartani. 19 éve vagyok a rendszer tagja. 5 helyen voltam, mint lakó. Nagyon sok felnőtt megfordult a fejem fölött, 70 felnőtt biztosan, és ebből nagyon kevesen voltak azok, akik úgy ténylegesen is kötődtek volna hozzám. Ha azt mondom, hogy nagyon erős kötődésem volt, akkor aztán mondom, hogy 4 felnőttel ebből a 70-ből, ami valójában nem sok. Sok mindenki kapcsolhat, ha akarom. Egy jó könyv. Meg a futás. Tehát az, amikor magamban lehetek, és csak futhatok, és nem kell gondolnom semmi miatt, nem kell aggódnom a holnap miatt, mert most futok. Szeretem a sebességet. Azt, amikor én tehetek azért, hogy menjek előre és haladjak. De ugyanakkor szeretek megállni és így eltűnődni dolgokon. Sok helyen laktam, mint mondtam. Gyakran arrafele futkározok és így gondolkodok dolgokon. Sok élmény köz ide. Hát, van egy rossz élményem is, ami ide köt. 9 éves voltam, amikor az egyik nevelő felakasztott így a fogasra, és ott hagyott, ami végül éjszakadt, mert nem bírta a súlyomat. Nem voltam túl állapotban, mert eugenizés problémáim voltak, és rosszul kezelte. Én meg kínomban mosolyogtam, mert szégyeltem magam, és tulajdonképpen ez őt frusztrálta, én szerintem. És hát amúgy is egy elég markáns ilyen katonaelvű szigorral nevelt minket. Most már nem dolgozik gyermekvédelemben. Mondom sem kell, hogy nem véletlenül. Magányos, ilyen elhúzódó fiú voltam, ami tulajdonképpen kicsit depresszióba is vezetett a tinédzser évek során. Végül kilábaltam belőle, tehát nem igazán kerültem közelebb valakihez is baráti szinten. Ide jártam, még általánosba. Megnézzük! 2009-ben laktam már innen a Vörös Martiból. Szerettem ezt az iskolát. Ballagáskor anyám nem jött el, amit nagyon bántam, hiába keresgéltem. És a nevelőm viszont eljött, és nagyon örültem neki. És ez nagyon meghatározta a kapcsolatunkat. 16 éves koromig itt volt velem, a rendszerben. És tulajdonképpen egy anyapótlékot adott, ami talán a legjobb élmény. Meghatározta a kettőnk közötti kapcsolatunkat, és nagyon erős kötelék alakult ki közöttünk. És talán nem is tudja, hogy ez milyen fontos volt nekem a mai napig sem. Nem volt szokás elmenni mások a ballagására. Anyám, aki meg ígérte, amit nagyon sok mindent ígért, ő meg nem jött. Úgy gondolták, hogy a rendszerbe kerül, abból úgyse lesz senki, amivel valamilyen szinten igazuk is van, mert a rendszer megalkotja ezt a törvényt és ráhúzza a gyerekekre, a gyerekek pedig elfogadják ezt. Kevesen, de pár azért, akik kitartunk a saját ideáink mellett, a jövőink és álmaink mellett, azok képesek valamire vinni. Most egyetemre járok, most kezdtem,
Ha nem ezt csinálom, akkor dolgozom. Hétfőn is pénteken. Diákmunkát vállalok, amit csak tudok. 90 kikerülő fiatalból kb. 5 az, aki biztos talajon meg tud élni, a többi az hánykódik, vagy viszonylag a saját családjához is még rosszabb helyzetbe jut. És úgy gondoltam, hogy ha egy magasabb szintet elérek tanulmányilag, mert azt súlykolták, hogy a végzettséget az meghatároz, akkor talán többre is viszem. Hétköznap, mikor nem iskolánk van, mivel hétfőn és pénteken nincsen iskolánk, és nem dolgozom, akkor is föl kell kelnem ugyanakkor, mint a többieknek, mert fél 8-kor el kell hagyni a házat. Szintén majdnem mindig idejövök a kökibe, ilyenkor van egy kis időm tanulni, összejegyzetelni, kicsit átnézni a dolgokat. Szociális munkás szeretnék lenni, és az is leszek ma. A szociális problémák órájával jegyzeteltem, amit át kell, hogy írjak. A táskámat azt még a családtól kaptam, 1966-os, és ezért lenni ilyen családi erekjénk. Úgyhogy nagybecsbe tartom, és volt egy ilyen, hogy kikapja meg a családban, a nővéreim vagy én, és úgy alakult, hogy azt mondták, aki a legtöbbre megy. A nővérem az egyik Hollandiában, és ott él, és ott neki az a nagy gazdagsága, hogy külföldön tud élni, és tök jól érzi magát. A másik nővérem, ő férhez menti gyereket, és neki ez a gazdagsága, én meg azt, hogy tanulhattam.